Mit éreztél, amikor a pályára léphettél? Nehéz szavakba önteni. Ahogy a több ezer szurkoló fogadott, amikor már készültem beállni, őrület volt. Szerintem soha nem fogom elfelejteni. Ez a visszatérés az egész karrierem egyik legszebb pillanata volt. Nagyon boldog vagyok. Örömteli, de nem csak a Nóra miatt, a Tomori Zsuzsi, azok a játékosok, a Fodor Csengét is nagyon várjuk vissza a jövő hétre. Nagyon-nagyon jó dolog az, amit a társak testbeszéde és reakciója nyújt, például amikor a Nóra Mörk visszakerült, vagy azok a játékosok, akik eddig kevesebbet játszottak. Abszolút egy pozitív és egy segítő szándék van mindenkibe. Én nagyon remélem, hogy a Nóra Mörk még jobb formába fog lendülni, és a csapat hasznára lesz. Mi volt a legnehezebb az elmúlt évben? No, of course, I was almost ready after the ACL injury, and then I got my meniscus. Amikor már majdnem készen álltam a visszatérésre a szallagszakadásom után, aztán megsérült a portis a térdemben. Ez ugye 6 hónappal volt az első sérülés után. Teljesen összetörtem, elvesztettem minden motivációmat, meg kellett találnom a visszatéréshez vezető utat. De amit abban a pillanatban éreztem, amikor visszatértem a pályára, az mindent megért. Second year back, it's worth everything. So, yeah, it feels really good. Ez volt az utolsó meccsed, az utolsó gólod Győr városában Bajnokok Ligája mérkőzésen. Hiányozni fog? I hope so. I know for sure I will miss. Remélem, illetve tudom, hogy a szurkolók biztosan fognak, hiszen ők a világon a legjobbak. Hát igen, ez most egy furcsa érzés, de ilyen a kézilabda, csinálni kell tovább, ez csak egy játék. De persze, hogy hiányozni fog, hiszen 3 évet töltöttem el itt az életemből. It's just a game, but I will miss it. It's been my life for 3 years. És jövőre mennyire hiányozhat? Hát azt majd az idő eldönt, vagy az élet bebizonyítja. Én azt gondolom, hogy soha nem kell avval foglalkozni, ha valakinek úgy alakul az élete, hogy máshol folytatja. Sok szerencsét kell neki kívánni, mi ezt megtettük. Amíg itt van, biztos vagyok benne, hogy mindent meg fog tenni. Akik pedig jönnek helyette, az Amanda Kurtovics, illetve azok a játékosok, akik a távozók helyére jönnek, én azt gondolom, azokkal kell megoldanunk a következő évi céljainkat, feladatainkat. El tudnád nekem mesélni, hogy miért igazolsz el Győrből? Oh, there's, I don't think it's just... Nehéz erről beszélni, de úgy gondolom, eljött az idő számomra, hogy új fejezetet nyissak, még ha tudom is, hogy Győr hiányozni fog. Nagyon nehéz és fájdalmas volt az az időszak, amíg sérült voltam. Talán ezért is van szükségem arra, hogy új helyen keressek új kalandokat. Alapvetően ez az oka. Adventure, I think it's the right thing to do for me, and that's basically it.